A legnagyobb közösségi platformon már külön oldalon gyűjtik a szabálytalanul parkoló autók fotóit. Ezek többsége nem csak szabálytalan, sok az idegesítő szituáció, és jó néhány balesetveszélyes is lehet. Nyíregyháza belvárosában a legtöbb helyen felfestett vonalak jelzik a parkolók határait, itt napközben szinte lehetetlen találni üres helyet, így még kellemetlenebb, ha valaki figyelmen kívül hagyja ezeket a vonalakat. Bár ezek a parkolók a nyírvévéhez tartoznak, az ilyen típusú szabályszegőket nem büntethetik. Nekünk annyi jogkörünk van, hogy aki a fizető parkolóba beáll, az rendelkezik-e bármiféle olyan parkolójeggyel, bérlettel, mobil parkolással, ami feljogosítja arra, hogy igénybe vegye ezeket a parkolókat. Ha a parkolóban nem szabályosan áll, tehát vonalon áll, vagy két parkolóhely között, sajnos az már szabálysértési eljárás keretében büntethető, csak úgy, hogy itt a közterületfelügyelők tudnak eljárni. Ahogy a zöld felületen parkolókkal szemben is. A KRESZ is szabályozza, hogy hol lehet megállni vagy várakozni a gépjárművel, de a zöld terület fogalmát egy 1999-es évi törvény is meghatározza. Eszerint a zöld terület olyan állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést vagy díszítő funkciót biztosít, továbbá a növényzet nélküli földes közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzet már kipusztult a károsító hatások miatt. A közterületfelügyelő, ha ilyenkor találkozik a jármű vezetőjével, akkor a helyszínen háromfajta szankcióra van lehetősége, vagy fényvezeti a elkövetőt a helyszínen, sújtatja helyszínbírsággal, 50 000 forintig tehetett a helyszínbírság összege, vagy pedig eljárás kezdeményez vele szemben, amely magánszemély esetében akár 200 000 forintos bírság lehet, cég esetében pedig 2 millió forintig tehetett bírság összege. Ha nincs helyszínen a jármű vezetője, akkor a felügyelő eljárás kezdeményez az üzemben, a jármű vezetővel szemben, és ilyenkor a 200 000 forintos bírságig terjedhet a bírság összege magánszemély esetében, cégnél pedig 2 millió forintig tehetett a bírság összege. Vannak önjelölt felügyelők, akik sajátosan egy-egy szélvédőn hagyott üzenettel próbálják jobb belátásra bírni a szabálytalanul vagy nem törődő módon parkoló sofőröket. Nem csak az egymás iránti tisztelet és a közösségi együttélés szabályai miatt érdemes azonban alaposan megnézni, hogy hova és hogyan parkolunk, hanem azért is, hogy ne járjunk úgy, mint ez az autós, akinek a dühös lakótársak okoztak néhány kellemetlen pillanatot.